Na, hellótok, szép estét kívánok, sziasztok, puszi mindenkinek. Vonalban P. Violetta hallható. Szeretném oda, hogy látom, nézem ennek a diktévének az adásait. Egyre inkább színesebb, és egyre inkább azt mondom, hogy jobb. De ilyen ö, ö, énekest, mint ami a mai napon volt a Csargó tarjánban, és még bemutatkozik, és azt mondja, hogy ő énektanár, és tárcsikutatót csinál, és stb. És hát egy ének levegő nélkül, hogy énekel, ezt nem tudom, de kegyetlen volt. Ének tanál létére. Tehát akkor ezt nem mondtam volna be, hogy ének vagyok, hogyha talán nem hallotta vissza magát, hogy mennyire kapkodja a levegőt, nem tartja be a, 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 levegővételnek, a ritmusnak, a, ugye a, a a dallamnak, és hát, hát jó, hét hónapos terhesen lépett fel, de attól függetlenül a levegőt, azt az oxigént azért az be kellett volna, hogy húzia annak a tisztelt ének tanárnak. Elmondanám, hogy az általános iskolában nem tanítják a technikát. Nem tudom, hogy hogy tudott levizsgázni ének tanár szakból az a valaki <laughs> a viccből odaírtam, hogy na megvan, pébi lett a kettő, olyan hamis volt, mint én, sőt, 70-szer volt hamisabb, nem fogadták el, tehát mindenki nyúzta az agyát így az élő videón keresztül, hogy milyen rossz, mely már haza, meg így, meg úgy, hát nem tudom, hogy nekik megérte -e az, hogy Miskolcról odaérkezett, és sargó tarjában annyira kicikiszték hát nagyon kellemetlen volt. Én azt mondom, hogy ő, sokkal nagy, nehezebb és rosszabb dolgot kapott meg ennél a fellépésnél, mint én a négy év alatt itt a YouTube-osoknál, vagy a Facebook-osok által. El szeretném mondani, hogy ha valaki énekel és felmegy a színpadra, az vegyen már levegőt. Tehát valahogy elmesélem akkor most így szóban, hogy hogy is kell csinálni levegővétel, teghez húzzuk be, és most közben nem vettem levegőt, de mégis beszélek, tehát valahogy úgy kell megcsinálni ezeket, hogy ne fulladjon meg közben. Levegő hiánya lépett fel a hölgynél, és euh, nem igaz, hogy ezt az, hogy ő ezt nem érezte. Tehát veszünk levegőt, és mint a verset, mondjuk fel tessék levegővétel, jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ezt ugyanúgy énekben is le tudjuk énekelni. Levegővétel, rekeszbe behúzzuk, bent tartjuk, és akkor közbe pedig énekeljük. Jó estét kívánok! Vagy repben mondjuk el, vagy énekben. Jó estét kívánok! Mindenkinek szeretettel! Még egy levegő! Hogy aludtatok? Levegő. A múlt éjjel. Tehát, hogyha ő már ének tanár, és hogy tanári diplomája van, és nem tudja, hogy hogy kell venni a levegőt, akkor Pébi lette elmondja neki, írtam is neki egy, egy ö, üzenetet, hogy keressen meg, és hát az elméleti oktatás, az meg tudom neki adni. <laughs> Úgyhogy akkor én most boldog lettem, mert az én hangom 70 szel szebb és jobb, és technikailag is sokkal jobban vagyok megáldva. Megtaláltam az igazi Pédió lett, a kettőt írtam neki. Úgyhogy hát szeretettel üdvözlöm azt a tanárnénit, gyerekeket tanál, tanít énekelni. Aztán írtam oda a romáknak, hogy végül is egy roma nőnek a hangja, az igazi roma a hangjuk, muzsikus romanőknek a hangjuk, vagy hogy mondjam nektek, üm, sipítós. Igen, sipítós. És hát végül is, üm, tehát az a lágy kellemesebb hang volt, üm, tehát nem mindenki olácikány, mert az olácikányoknak más a hangjuk. Jobb az utemérzékük, jobb vastagabb a hangjuk, üm, és üm, hát másképp adják elő a roma dalokat. Tehát itt is vannak, ugye kimondottam olyan dolgok, hogy ők ugye olyanok, mint mit tudom én, az orosz és a magyar. Tehát nem szabad őket összekavarni, tehát a nemzetiségi fajtákat, mert vannak a rumunglók, a rumungló lány, ha énekel, sípítva énekel. Sziasztok! Az olány cigány nő, ha énekel, az nem sipít. Az reket, reket, és ütem, és ugye benne a hatalmas nagy szívfájdalom olyan, hogy majdnem leszakad a szívük. Tehát ö, magyarul ez van. Tehát ott van az, hogy ö, kit is tudnék hasonlítani, kit így párban ö, pillanat kik vannak ilyen énekeseink, vagy kik voltak. Hát a szereteti cigánydal énekes, aki a legjobb énekes volt a régi rendszerbe, az tévi lett a hangja, tehát az én hangom, az abban megvan. Ö, utána ugye jött a Bangó Margit, és ugye ő lett a királynőnk, de előtte, hogyha úgy megnézitek, a rátaláltok azokra az énekesekre, azért a lágyabb típusú romadal, énekesek voltak, és általában Kovács Apolónia azt mondta, hogy ő nem roma, tehát benne semmi roma vér nincsen. Ugye ő Szlovákiából érkezett román, és a román állampolgárságú romák, romáink sokkal jobban tudnak énekelni, mint az itteni Magyarországon élő romák. Sokan írták azt oda, hogy Varga Irénké kell jobb lenne ott. Hát Varga Irénkében egy baj van, hogy nem tud énekelni, egy ő, ő, szöveget sem tud megjegyezni kívülről. Tehát most az, hogy ő, ott jobb be lett volna, hát a vicc kategóriát ne tegyétek az ébe. Na. Tegnap azt feltételeztem a diktévé adásánál, hogy a beszélő mikrofonba énekeltették az énekest. Most nem tudom, hogy itt tennél az énekesnél, ennél a tanárnőnél, ugye hét hónapos terhes kismamáról beszélünk, és kitenni a tűzön napra énekelni, eleve már az kegyetlen. Most azt nem tudom, hogy beszéd mikrofon te kapott, vagy meg volt-e normálisan szerkesztve a mikrofonja. Nagyon sokat jelent, amikor egy mikrofonon nincs vízhang, nincs jól beállítva, mert ott a mikrofon az már a hamisságot juttatja ki felé az emberek felé. Szeretném mondani. Szia, Dik TV! <laughs> ti is röhögtetek, ugye ezen az egész ö, torturán, mert ugye ti nem azt szeretnétek, hogy jó produkáljon egy ismeretlen előadó, hanem inkább azt szeretnétek, hogy megbuktassátok őket, mert hiszen ők romák. Na. Ö, ö, igen, tehát ez ö, mondjuk én, nekem tényleg kutató ö, műsorom van, hát volt és van és létezni is fog. Ugye a pandémia, meg a kis szünet, meg a műtét, meg minden ez az, ami egy kicsikét lehúzta azt a dolgot, hogy nem tudtam ö, ö, csinálni műsort, de majd fogok. Na, úgyhogy ö, ennek a tanárnőnek az üzeném az, hogy ne nagyon dicsekedjen ő, hogy ő tanárnő, érek, szolfész szolfés tanárnő, ha a levegővételt nem tudja biztosítani, még saját magának sem. Elkészülhető, hogy a, a nap sütés, a meleg, és ugye a hét hónapos terhessége az, ami ott őt akadályozta ebbe az énekbe, hát akkor egyszerű, nem kellett volna elvállalnia. Nem által, ezáltal, ha ő megnézi ezeket a felvételeket és a kommenteket, hogy ja, egy kicsit rosszul lesz, és ez nem jót tesz a babának. Próbáltam védeni, próbáltam viccesre venni. Sok-sok ismerősöm ott volt, és kommentelt. Kegyetlenül, kegyetlenül kommenteltek. Szóval csak ennyit szeretnék mondani erről az egészről, történetről, hogy... Rengetegen voltak. Tehát lehet azt mondani, hogy olyan sokan voltak azon a falu napon ott, tarján, de éppenséggel nem tudom, hogy melyik részén lehetett ez a buli megtartva. Üdvözlöm őket. Édesapámot született Sargotarjánba. Rengeteg rokon van ott, meg tesó, Köszöntöm is nekik, hogy hello, tesók, de sokan vagytok. Igen láttam a közönségben is, hogy hát nagyon húzzák a szájukat meg. Hát igen, nem szabad. Tehát nem szabad élőben énekelni egy ö, ö, romanapon, vinni kell egy ö, feldolgozott ö, ö, stúdiói ö, éneket, és arra rá lehet énekelni, szóval így élőben nem szabad bevállalni a romanapokat, mert a technikai felszerelések ilyesmik, tehát ö, a technikuson múlik az, hogy, hogy hogy rontsa el a, az énekesnek a tevékenységet. mert nagyon-nagyon el lehet rontani. tudom, mit fog érezni a tajszi, ha hazamegy. <laughs> ja, úgyhogy ez a felépés, ez ugye neki biztos vagyok benne, hogy nem tett jót egyáltalán. Na most, hogyha ugye egy rendezvényt tartok kint a, Szabad erdőben, mint ahogy láttam, hogy ott egy nagy rész volt, akkor minimum annyi, hogy nem csak a zenekarnak biztosítok ö, ö, olyat, hogy hárnyékban legyen, hanem az énekeseknek is. Ez így van. Hát ez a egy cigány munka, tehát ezt üzenem nekik. Ez a cigány munka, amikor kiteszitek az előadó művészt a képességgel, Felépés szeretne egy kicsit jobb híretet és egy hírnevet magának, kiteszitek a forró napra, tessék, énekelj 7 hónapos terhesen, aztán legyen veled az, ami lesz, éppenséggel össze is esetett volna, mert mondom, levegő hiányában nem tudott énekelni. Ez az ő hibája is. Nem az, hogy ritmusban nem volt, hanem végig sikította az elő az egész éneket. <laughs> hát ez, ez, tényleg égő. Nem szabadott volna kéne bemondani az, hogy ő ének tanár Miskolcon. Hát ennyi. Hát most, Istenem. Legalább átszenvedi az, hogy hogy reszitták. Hát nagyon-nagyon-nagyon nagyon rosszul énekelt. Akkor azt mondom, hogy én én, én akkor ő hozzá képes, egy hatalmas nagy énekes vagyok ennyi. Ja. Hát remélem, hogy eljut ez a TIK tv -hez. Ha próbáltak ők is humorizálni, ugye, átvenni azt a jó kedvet, ahogy én szoktam a Diridári mulatosóban. <laughs> ugye, beszélni, nevetni, sokszor kérdezgetni, kifaggatni az előadót. Jó fej volt a srác, nem ismerem, ki volt ott a műsorvezető ismerősnek ismerős, de üdvözlöm őt is. Hát, hogy mekkorát égett ez az előadó, ez borzasztó volt. Tegnap is volt egy ugyanilyen, a Váradi Roma Cafének nagyon jó volt a technikája, majd láttam a másik énekesnél, már abban a beszélő mikrofonban énekelt, ami a és rászá volt. Hát ez, ilyet nem szabad csinálni, szeretném mondani mert akkor ének mikrofont kell biztosítania a előadó művésznek. Már aki énekel. Tehát itt vannak azok a buktatófák, hogy de valahogy nem akarjátok azt, hogy az újabb és újabb tehetségek feldegyenek fedezve, elnyomjátok őket, pláne a szép lányokat. Sziasztok, édesáim! Puszim, puszim, Irona Remélem mindenki jól van, én jól érzem magam. Minden szuper. De hát attól függetlenül még van egy ilyen Mesua inkvizitor ott kint a, a Youtube-on, nagyon szemtelen, nagyon nagy balhéba vagyok vele, írogatom neki, vegye le a videóimat, mert ellopta. mire felviszi, kiteszi ki a Youtube-ra, és akkor még neki elszöljem hogy ő engem kitért onnan. Oh, oh, na hát igen, hozzaszt, hogy mennyire egy nem normális alak. Ja, na, hát mindegy, majd valahogy majd meg lesz oldva, majd ö, jövő héten megyek most már, be tényleg bajára megint, megint a rendőrségre, a bíróságra, megint tiltatom, Hát most ez egy életen keresztül, hogy ö, ö, ott ö, ezek a uralkodó személyek az én videómmal, uralkodnak, és akkor még ráadásul még ültél engem. Na, gratulálok neki. Nagyon-nagyon nagy szája van, nagyon-nagyon-nagyon csúnyán diázik. Én ugyanúgy visszaadtam neki ugyanezt, úgyhogy nem tudom, ki fog győzni a végén, szerintem ki fog borulni. Igen, kint van, kint van minden, minden kint van. És bolytató. Na Na, egyúttal szeretném üzenni azoknak az életüknek, akiket én letiltottam a Facebookról, hogy köszönöm szépen, amit tettetek értem, és amiket mondtatok rólam, a barátságból továbbiakban nem kérek. Hiába békültünk ki, és hiába beszéltük meg a dolgokat, a továbbiakban nem vagyok hajlandó barátkozni senkivel, aki engem megváltott, és riportban mondta be a különböző problémáját, amit velem kellett volna, hogy megbeszéljen, nem pedig a herriettának a lágjában. Ezt szeretném üzenni. Az ott van kint, és hát eléggé csúnya rágalom az, amit rám mondanak. Figyeljetek ide, azért, hogy ti akartok egy kicsit ismertebb emberek lenni, ezért nem értem tévjörettát kell szidalmazni. Meg kell tenni azokat az utakat, amiket én megtettem, hogy szerencsésen csináljatok egy műsort és hát fedeztessetek fel magatokat. Nem az én, ott pocskon, tehát ne, nem, nem az én erköcsömet kell erre és mindent mondani róla. Úgyhogy azt üzenem nekik, hogy nem szeretek továbbiakban barátkozni velük, ne telefonáljatok, mert nem veszem fel a telefont sem. Ezeknek az életőknek, akik tettek arról, hogy az én életem megromoljon. Nem annyira rossz az életem, ö, jó életem van, de nem tudom, hogy mi lesz majd, ezt is nem tudjátok. Úgyhogy egyelőre rettegek én is, ettől a negyedik pandémia rohamtól, és ö, hát majd minden elválik, hogy mi is hogyan fog majd a közeljövőben alakulni. Rendben, egyelőre boldog vagyok, jól érzem magam. De ez a nagy felhőtlen boldogság az biztos, hogy nincs meg bennem, mert az egyik szemem sír a másik nevet. Igen. Úgyhogy ö... akademet igen, nem tudom, hogy miért. Uh -huh. Nem tudom. Szóval nagyon sokat csalódtam. Nagyon sok emberbe és ö, amit láttam a Youtube-on, rólam, ami bezajlik, Duma beszéd, írás, így ezáltal azt üzenem azoknak az ismerőseimnek, hogy eddig sem ismertük egymást, jól megvoltatok voltatok nélkülem, én is ti nélkületek, és nem szeretném azokat továbbiakban az ismerősemmi Nyilvánítani, illetve ne legyenek az ismerőseim, hagyjanak békén. Ennyit üzenek csak mindegyiknek. Köszönöm, hogy ismerhettem őket, de a tiltást megkezdtem a Facebookomon is. Nem tudom, Iroda. Nem tudom. Hát igen, sajnos, hogy ilyenek megtörténtek, kibeszéltek. Tudjátok, hogy mi az igazság? Lehet, hogy van némi igazság valamiben, de ehhez hozzá tesznek még egy 400-500 egy, ezer kilométert is. Tehát 10 centi vagy 1 centi igazságot mondanak, majd aztán hozzá költik a többit. Ez nagyon csúnya és nagyon rossz viselkedés volt részükről. És igen, most büntetés alá teszem őket, hogy nem lehetnek az ismerőseim. Ennyi. És azon kívül a többi ismerőseimet üdvözlöm puszilom. A többiekre, akik engem bántalmaztak, nem vagyok rájuk kíváncsi. Tehát nem leszek még egyszer olyan, hogy tárgyalok velük, vagy bármi, nem. Semmiről. Épp elég volt. Nem. Vége én ezt így befejeztem. Na, szóval akkor így lehetne járatni énekeseket, hogy nem jó van beállítva a technika, a másik, hogy kiteszik a napra a kismamát fellépni, ez szóval azért ez mert akár egy esernyőt lehetett volna fölé tartani, hogy ne szakadjon róla a víz. Ennyit szeretnék üzenni. Másik, hogy egy énektarnádnak tudnia kell, hogy hol vannak a szünetjelek. Ugyanez van a felsőoktatásban is. Ha valaki énekelni szeretne, akkor ugyanúgy, mint ahogy írunk. Ott van a vesző, ott a pont. És a pont után mindig veszünk egy levegőt, és azt bent tartjuk, és akkor megint elkezdjük a éneket. Utána megint levegő, szünet, egy, kettő, három, negyedikre belépünk, és kész. Tehát nem szabad kapkodni. És egy kis mamának pláne nem szabadott volna ilyen dalt választani. A dalválasztás mindig meg kell nézni, hogy mit énekelünk el. Én hülyeségből szoktam énekelni nektek. Sokszor hülyülök, dilizek veletek, de a függetlenül akar azt mondom, hogy ne a kalappal velem például sokkal jobb énekes, mint ezek a újdon sült valakik, akiket itt most látok. Úgyhogy annyit írtam oda, hogy mi van, mindenki énekes akar lenni most már. Hát igen. Rossz szakmát választotok, mert ez a szakma, ez nagyon-nagyon sok hátrányal jár, és előnyel is, de nincs olyan fényes élet. Visszáll, sziasztok!